megváltó Urunk Jézus Krisztus mondta egykor, hitem szerint ma is mondja, még ha emberi hangon át is. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Urunk, a válaszunkra, jövel, Uram Jézus. Amen. Áldást, békességet kívánok. Isten hozta a kedves testvéreket. Itt vagyunk újra advent szent ünnepén. Hadd mondjam most is, kívánok mindenkinek áldott új esztendőt, hiszen ez a mai nap egyházi rendünk szerint az év első napja, és mai nappal megkezdődtek a karácsonyi ünnepek. Kívánok mindenkinek áldott, boldog karácsonyi ünnepeket. Advent himnuszát énekeljük, imádkozzuk együtt. 312. éneket mind a négy versével. Várj ember szíve készen, mert jó a hős, az Úr. Elfoglalva énekeljünk, imádkozzunk tovább. Közismert szép skandináv ének, a 464. ének,
mindegyik versével imádkozzuk, énekeljük. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Minden napért hála, Urunk, amit megérhettünk, engedted felvérrani számunkra is, de ma különösképpen drága napra ébredtünk. Valahogy egészen más sok minden advent idejében. Egészen más talán az ember reakciója, reflexei, kommunikációja, belső csendes hangulata. Köszönjük, Urunk. Jó lenne ma is veled élő módon találkozni, Úr Jézus Krisztus, és jó lenne nagyon hozzátérni, őszintén és mélyen hozzátérni. Egyszer igazán komolyan venni az igét, az imádságot, a hit életet. Óvj meg, kérünk, minden kettősségtől, egy templomi, meg egy hétköznapi élettől. Könnyű kimagyarázni, itt más a hangulat, kint megint más a légkör.
Ott hajtás van, idegeskedés, hatalmi harc. Itt bent talán csend, közelséget. Értesd meg velünk, hogy te ott is Úr vagy, kint is bárhol. Hála az ünnepért, a megért adventért. Uram, dicsőség neked. Amen. És íme 7. alkalommal az utolsó kisázsai levél, 7 vasárnap szólt az ige, 7 kisázsai levél kapcsán, egykori ige, régi levél, mindenkori levél, mai levél. Mai igénk, Apokalipszis 3. rész, 14. verstől 22-ig, Laodíceai gyülekezethez írt levél, leülve hittel, figyelemmel, hallgassuk együtt. Apokalipszis 3, 14, 22. A Laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Köszönjük. Lehetne jobb igét találni advent első vasárnapjára, mint ezt a laodíceai levelet. Íme az ajtó előtt állok, mondja Jézus, és zörgetek. Bemehetnék, van hatalmam hozzá, ajtót meg se kéne nyitni, mint első húsvét estéjén, de én várom a te döntésedet. Muszájból ne fogadj be. Kényszerből ne légy hívő. Önként magadtól nyisd ki az ajtót. Laodícea, Kis-Ázsia egyik városa, gazdag város, nagyon gazdag város. Bankok, bankok hátán. Gyárak, textilipar, városnak híres volt a fekete bárány tenyésztése, a fekete gyapjú, a fekete ruha. Ott van szembe az úton, tudta mindenki, Laodíceából való fekete ruhában van. A gyógyszeripar, szemkenőcs, különösképpen is, aranyművesség, nagyon gazdag város. Régen volt, mégis mennyire mai. TV reklámok, mit reklámoznak? Bankokat. Kitűnő kedvezmény, szinte semmi kamat, érdemes hozzánk jönni. Vállalkozások? Egyértelmű. Gyógyszeripar? Különösképpen is. Rengeteg kenőcs, külső-belső, tologtisztító, akármi is. Félelmetes dolog. A világ szinte semmit nem változott. Gazdag város, anyagilag gazdag gyülekezete. El tudom képzelni, voltak istentiszteletek nagy létszámmal. Voltak alkalmak, és sokan voltak ott. Anyagi gondjuk az égvilágon semmi nem volt.
A testvérek Jeruzsálemben éheztek állandóan. A keresztjének éheztek. Többfelé is voltak valóban szegény gyülekezetek, ők gazdagok. Az nem baj. Ha van bevétel, nem bűnös dolog. Csak vedd észre, gyülekezet. Ha vannak hozzád képest szegényebbek, nyomorultabbak is. Én vagyok a meggazdagodott, nincs semmire szükségem, majd renoválni kell, tatarozni kell, korabeli tornyot, altemplomot, azonnal megvan a pénz, nem kell pályázgatni, idegeskedni, honnan a bevétel, mindenünk megvan. Nincs, mondja Jézus. Akkor vagy gazdag, ha meglátod mások nyomorúságát, és nem csak imádkozod értük távolról, az is nagyon fontos, ez a legelső, hanem mész és segítesz. Hanem mész és segítesz. Ha tudsz közösben gondolkodni, nem önzően önmagadban, hanem közösben gondolkodni. Jézus levele kőkemény levél. Jézus nem kert el, kimondja, tudok rólad, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, olyan kis langybeleg, olyan semmi, olyan haszontalan, olyan semmire nem jó. Ezért kiköplek a számból. Kemény, ítélő szavak. Nagy gyülekezet, nagy nimbusza van, tekintélye, Laodicea, az igen, ott van gyülekezeti élet. Ott aztán van bevétel, ott aztán van pénz, nincs anyagi gond. Te vak, szegény, mezítelen, mondja Jézus, mert csak magadnak élsz. Hol a hited? Vannak Isten tiszteletek hit nélkül, kevés hittel. Jössz templomba gyülekezett, hetente egyszer, kétszer, mikor, hogy, és a hited őszinte, és mély hit, és átgondolt, és komoly hit. Langymeleg vagy, kedvesem, langymeleg. Semmire nem jó, vedd tudomásul. Büszke Laodicea, büszke mindenkori Laodicea, haszontalan vagy. Akkori gyülekezet értette a szót. Ötbehangzóan írja több kommentár, és írják tudósok, volt a város határában egy felfakadó forrás. Jó melegvízi forrás, gyógyforrás. Aki ott tudta használni, külsőleg alkalmas volt, kitűnően alkalmas sok külső betegségre. Aki bírta a forróságot, tudta használni, sok baja enyhült. Ízületi fájdalmak, reumás fájdalmak, akármik, enyhültek a fájdalmak. Hasznos, külsőleg a gyógy forró víz. Aztán a víz lassan kezdett lefelé folyni, a város felé, és kezdett kihűlni. Patakká szelídült. Ment arra a fáradt vándor, hogy nem volt minden sarkon benzinkút, bisztró, akármi, büfé, semmi. Éhes volt, szomjas volt, látja, hogy víz, odafut, belekóstol, és köpi ki. Kénes, langyos, vacak, semmi nulla. Nem azt mondja az ige, hogy legyél inkább ateista vagy hívő. Sokan ezt így értelmezik, és félreértelmezik. Ateista jobb, mint a hívő, hogyha jobb, mint a félhívő, nem igaz. Arról van szó, akár forró gyógyvízként, akár iható, üdítő, hideg patakvízként, csak lehessen hasznodat látni, gyülekezet, tagjai, ige hirdetői, úgy mondja az ige, episzkoposzai, presbiteroszai, presbiterei, diakoroszai, a diákonusok is. Csak legyél vagy iható víz belsőleg, vagy külsőleg gyógyvíz. Langyosan kiköplek számból, nem kell lesz. Ez ítélet. Jézus tanácsol csendesen, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Az ötvös ipar, aranyművesség. Város tele volt turistával, ötvösök ellepték a boltokat, tereket, kiki a maga portékáját kínálta, és sokan nem vették észre, hogy nem érték az, hanem bizsú, semmi több.
átlagembert jól becsapták. Boldogan, mosolyogva, ez a nap is jól ért véget, sok embert becsaptunk. Bravo! Megyünk a gyülekezetbe, és jót imádkozunk. Becsapom itt, átverem ott, az esti alkalom, szépen imádkozom. Na nem. Azt tanácsolom, mondja Jézus, hogy tőlem védj. Tűzben megpróbált aranyat. Nem akármit, nem bizsut, nem bóvlit, tőlem való tűzben próbált aranyat. Igen, azt, amit ő kínál. Mert az nem ideig, óráig való, az nem fog lelepleződni, az nem lesz semmivé, az örök, az tartalmas, az sokáig tart, az örökké tart. Ne elégedj meg a bizsúval, a bizsú életmóddal, a bizsú élettel. Jó ez így, ez a kettősség, templom és hétköznap. Hétköznapi dolgaim, időnként után svindlizve, meg kényszerű vagyok rá. Nem, semmiképpen sem. Éj akkor, amikor úrnapja van, amikor hétköznap van, éj az Úr szerint. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. S védj tőlem fehér ruhát, mondja Jézus. Te fekete város, későbbi magyar regényíró könyvcíme szerint, te fekete Laodicea, feketében jár mindenki, hatalmas fekete szőrű junyájak. Védj tőlem fehér ruhát, textilipar, gyárosok, vállalkozók, alkalmazottak. Mert a fehér az üdvösség színe. Mert a fehér az kitűnő kontraszt szín. Azon mindenki pötty meglátszik, mindenki szenny meglátszik. Az a kor beszél sok mindenféle viseletről. A keleti ember általában szereti a sokszínű viseletet, a csiritarka viseletet. Azon nem látszik a kosz. El tud tűnni. El lehet tusolni a koszt a ruhán. A fehéren nem. Védj fehér ruhát, ami szintén tőlem való. Tisztulj meg, mert most, hogy vagy, ez olyan semmilyen. Hit is meg nem is. Ige is meg nem is. Imádság meg leckefelmondás és semmi. Újulj meg, büszke Laodicea. Újulj meg mindenkori büszke gyülekezet, szerte a világban bárhol. Legyél egyértelmű, kiszámítható. A szó, hogy puritán nem azt jelenti, hogy egyszerű, szándékosan szegény valaki, azt jelenti, hogy átlátható az élete. Világos, egyértelmű, tiszta, az élete átlátható élet. Légy ilyen, egyértelmű. Igeneket, nemeket mondó, légy egyértelműen ilyen. S végül mondja Jézus, szemgyógyító írral kedd meg a szemedet. Ismert gyülekezet, ismerte ezt is, tele a város gyógyszerészettel, patikákkal, akármikkel, reklámokkal, mint ma is, kínálja a portékáját, gyere, vedd, hozd a pénzedet. Nem sokat segít, de hidd az, hogy segít, és akkor segíteni fog, sokat nem segít talán. De jöjj és költsd a pénzt. Védj tőlem olyan kenőcsöt, szemgyógyító kenőcsöt, amely alapján látni fogsz. Látni fogsz testi és belső lelki képen is. Új látást kínálok neked, új életlátást. A gazdagság valahol kicsit elhomályosít, elgyöngít. Ahol te kincsed, mondja Jézus, oda te szíved is. Ami foglalkoztat, az foglalkoztat. Védj tőlem olyan szemgyógyító kenőcsöt, olyan írt, amely valóban, valóban tisztán láttat. Látja, ki vagy te, mennyit érsz, ki vagy te gyülekezet, mennyit érsz, és légy egyértelmű. Akit szeretek, megfeddem és megfenyítem. Első hallásra mindez nem hallatszik jól. A fenyítő szeretet az. A rendpártiság, a mennyei rendpártiság. Rendnek lenni kell, hogy tudjunk élni.
Ha a közlekedésben nem volna rend, mennyi halál lenne? Így is sok van. Mennyi és mennyi halál? Jelzőlámpa nincs, felfestett sáv nincs, jobbkész szabály semmi nincs, körforgalom nincs, megyek, mert mele mehetek. Mennyi és mennyi halál lenne? Rendnek lenni kell. Vannak szakadott vonalak, meg kettő zára vonalak. Rendnek lenni kell. Légy buzgóságos, és téri meg. Jaj, de szép. Mind a hét levél erről beszél, téri meg. És testvérek, ettől senki ne féljen. Mi lesz most velem, ha megtérek? Le kell mondani vágyaimról, de hogy kell lemondani? Ő ad nekem új szívet, új látást, és emberré tesz. Ki a megtért élet, aki emberebb, igazabb? Világban annyi minden foglalkoztat, annyi minden. Nyíljék ki a Biblia most adventben is, minél több otthonban. 10 ujjan fonódjék egybe, és csendben mondjam azt, ami én magam számára is valahol nyomasztó, amit én rontottam el, és kérjem őt, Uram, bocsásd meg, adj folytatást. Nyíljék ki a Biblia. Kezem kulcsolódjék össze, legyen rá időm. Legyen rá békességem, legyen rá időm. Kedves, drága, idős presbiter, annak idején másik gyülekezetben egyszerű paraszt ember nagyon hamar fölkelt, igen korán kelt. Igét hallva megfejelte mindezt, és még korábban felkelt, hogy nyugodtan, csendben a napi igét el tudja olvasni. Azon elmélkedjék pár percet, és imádkozzék, erőt kérve arra napra. A nap felvíradt, köszönöm, Uram, adj erőt. Tudom, nem könnyű ez, rohanó világunkban az ember fáradtan ébred reggel, időzavar, kapkod, jól tudom. De egy nap, ha van pár percem, bízzam oda, gondoljam át, ki vagyok, és kérjem, tégy emberi, Uram. Tégy Homo Christianussá, Krisztusi emberré, tégy, Uram, egyértelműen. Ha kell, fenyíts meg, azért, mert szeretsz, fenyíts meg. Elfogadom, várom, szükségem van rá. És végül hangzik az örök adventi mondat, én mi az ajtörőt állok és szörgetek. A gazdagságot vonzza a szegénység. Jönnek migránsok Európába, nem ide jönnek hozzánk, nem Litvániába, nyugatra, ahol sokkal több a pénz. A gazdagság vonzza a szegénységet egyértelműen. Jöttek a városba sokan, talán munkát keresni, egy kis segítséget kérni. Anya a gyermekével, 5-6 gyermekével megözvegyült. Mit csináljon, nő létere? Gyerekeit adja cselédnek? Ilyen is volt sokszor. Kicsikés gyerek, óvodáskorú már ment cselédnek szegényként. Hogy éljünk, mint éljünk? Ajtón valaki kopogtat. Mondta sok ember annak idején, ne mozog, ne gyújts lámpát, nincs otthon senki, abba hagyja, megunja és elmegy. Vigyázz, én vagyok ott. Egy özvegyasszony képében, aki 5 gyerekéért kér segítséget. Munkát kérő, nyomorult, éhező ember. Én vagyok ott. Kopogtatnak, nem egy ügynök jön a bizsóját hozva és kínálva. Én kopogtatok. Én csendesen. Mellettem legközelebb állók, a rám bízottak, a közellevők, én kopogtatok. Rajtok keresztül én kívánnék szólni hozzád. Ne hallgass, mivel nem is hallás, nem ért, ne tégy úgy, hanem engedd be. Ha beengedett, akkor engemet fogsz beengedni. Halld meg a kopogást, lásd meg, miről van szó. A pénzed semmit nem ér, Laodicea. Gazdagság az égvilágon semmit nem ér, ha csak magadnak gazdagság az, semmit nem ér. Vedd észre más nyomorúságát, és akkor leszel gazdag. Aki Zákeus odaadta vagyonafelét a szegényeknek, és amit elvett csalással másoktól, ad helyette 3+1-et, tehát 4-szer annyit, a teljességet megfejelve. Mekkora anyagi veszteség? Ragyog az arca, és boldog, hogy tehette mindezt. Én kopogtatok,
Rajtam keresztül sok mindenki kopogtat, és az én vagyok. Vedd észre. Tán gyermeked, érted, dolgozol, és nem érsz rá vele foglalkozni. Közel állok hozzád. Az érted dolgozó apád és anyád, és nem veszed észre. Ő is kopogtat, és beszélne veled. De akárki más is, kedvesed, nem érsz rá. Hiszen ő az, aki nem kenyéradó, aki nem főnök. És lehetne folytatni a sort. Én kopogtatok, én zörgetek. Ha ő kopogtat, ott vagyok én is. És legvégül, aki győz, az én királyi székembe ül. Az én királyi székemben ül. Bár budapesti születésű vagyok, itt nőttem fel a gyülekezetben, Debrecenben végeztem a teológiát, mindig megható volt az oratóriumba fölmenni, és leülni abba a székbe, ült annak idején Kossuth Lajos. Kis tábla őrzi, itt ült Kossuth Lajos. Szeme rebertalan, hadügyminiszter Mészáros Lázár, de megható volt, mint testvérek. És mondták idős emberek, hogy ez tényleg így van. Ment szájról szájra, ki hol ült. Oda ülni Kossuth Lajos székébe. Ünnepi pillanat. Egyszerű kis kopott pad, és mégis mekkora ünnepi. Nem Kossuthéba ülök, az se kevés, hanem Jézus Krisztus királyi trónusán, az örök trónusán. Oda hív, oda vár, oda üzen. Ími az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Jövel, Uram Jézus! Karácsonyi ünnepek első napján, tehát mai napon az urasztalát megterítettük, várva jó szívvel a testvéreket, az úrvacsora emlékezés, amit tett értem Jézus, az úrvacsora bűnbánat, a bűnbocsánat áldott alkalma, az úrvacsora közösség megélése, egymással jelezzük, én is kimegyek, közösséget vállalom, nekem is fontos. Hívunk szeretettel mindenkit, legyen bárki bármely felekezet tagja, vagy nem tagja felekezetnek, de szívesen kijön, jöjjön Jézus szavával. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok, terheitek vannak, titeket én megnyugtatlak, s aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Erre készülve énekeljük a 457. ének verseit. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Segítségünk,
úrvacsarai közösségünk megszentelése és megáldása az Úr nevében van, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, melyet legbővebben és legrészletesebben Pál apostol jegyzett le az első korintusi levél 11. fejezetében, a 23. és azt követő versekben, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok az Úrnak poharát, az ő halálát hirdessétek, amíg eljön. A megtöretett kenyérben Jézus Krisztus testének megtöretését idézzük emlékezetünkbe, és a néhány csepp borban az ő kiontott vérének ajándéka jelenik meg szemeink előtt. Nem aranyon vagy ezüstön, vagy drága keneten, vagy drága kelmén, vagy bármi máson, amit pénzen meg lehet váltani, nem ezeken áll a mi üdvösségünk, hanem Jézus Krisztus szenvedésének a vállalása, melyben együtt szenved velünk, nyomorult bűnös emberekkel, hogy aztán vele együtt meggyógyuljunk, megújuljunk, és az ő vérében megmosott fehér ruhát nyelve, az ő dicsőségében vele együtt megállhassunk. Kérjük bűneinkre az ő bocsánatát, az ő elfedező kegyelmét, imádkozzunk. Mekkora kapunyítás, Urunk, hogy te eljöttél ebbe a bűnös, nyomorult, megromlott embervilágba, ami oly gyönyörű, oly jó és oly tökéletes és oly igaz volt, egészen eltorzult a bűnben. És te mégis eljöttél, közel hoztad a te uralmadat, és hívtál bennünket ajtónyitásra, hogy a te kapunyitásodra mi is az életünk ajtajának megnyitásával válaszoljunk, hogy bejöhess az életünkbe, és közösségünk lehessen te veled, Urunk. De mit látsz, hogyha belépsz a mi életünkbe? Rendezetlenséget, nyomorúságot, bűnös titkokat, vállalhatatlan kompromisszumokat, árulást, indulatot, gyűlöletet, türelmetlenséget, örömtelen sötétséget? Mennyi minden beárnyékolja az életünket, és mennyire nagy szükségünk van, Urunk, hogy a te világosságoddal beragyogd az életünket. Ezért most adventnek kezdetén arra kérünk, Urunk, hogy ne csak a koszorúkon fellobbanó gyertyák adjanak világosságot, hanem te ragyogd be az életünket a mennyei világossággal. Oszlasd lelkünk minden sötétségét a te fényeddel, és tisztítsd meg a mi életünket drága véreddel. Nem vagyunk méltók arra, hasonlóan a századoshoz, hogy hajlékunkba jöjj, de te kész vagy, és olyannyira vágyunk veled lenni, Urunk. Segíts, hogy meg tudjunk nyitni az életünket valóban azelőtt a megtört, átszegezett kéz előtt, amely kopogtat szívünk ajtaján. Hadd legyen tied a mi életünk, hadd kövessünk téged mindenestül,
Ezért bocsásd meg vétkeinket, és fogadj magadhoz, ölej magadhoz az úrvacsora közösségében. Irgalmaz nekünk, bűnös embereknek. Amen. Hallotta a mi Urunk bűnvallásunkat, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Testvéreim, jól lehet hitetekben, nem kételkedem, de Anya Szent Egyházunk gyakorlata szerint még néhány kérdésre feleljetek hallható szóval, lelkiismereteteket megpróbálva. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megszületésekor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek? Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, testvéreim, hogyha bűnünket megbánjuk, megvalljuk, és Jézus nevét segítségül hívjuk, őt nem hiába várjuk, hanem eljön életünkbe, és megszabadít kegyelméből, és újjászül az ő irgalmából. Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, testvéreim, hogy Jézusban ugyanazon ítélő bíró eljövetelét várjuk, aki már azelőtt Isten ítélő széke előtt megállt, és rólam minden kárhoztatást elvett vérének áldozata által, hogy én megigazult emberként a bűnbocsánatot elnyerve állhassak meg Isten ítélő széke előtt. Ha igen, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígérjük-e, fogadjuk-e, hogy egész életünket az ő dicsőségének ajánljuk, és eljövetelének igaz várakozásában neki szentelve igyekszünk élni. Ha igen, válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik tőle hívő szívvel kérik és alázatos szívvel elfogadják. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és mindazok, akik méltóképpen előkészültünk az úrvacsorával való élés ajándékára, járuljunk a kegyelem asztalához, íme minden kész. Az úrvacsora vétele alatt imádságunkat segítse az orgonajáték és a 458. és azt követő dicséretek éneklése. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.
Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, íme így szerezte a mi Urunk Jézus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, hitvalló eleink, reformátorok, és Isten kegyelméből 2018 adventjének kezdetén mi is itt a Pozsonyi úti református templomban. Arra intünk és bátorítunk benneteket, hogy Istennek a velünk között kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem neki hálás életet élve igyekezzetek az ő dicsőségére érni, annak a várakozásáról egy percig sem megfeledkezve, hogy amint a tolvaj éjjel jön, nem tudva, hogy mikor ő el fog jönni erre a világra ítélni élőket és holtakat. De mi világosságban járunk, és nem sötétségben, és a világosság fiaiként nem meglepetésként, hanem hálaadással ér minket Jézus Krisztus érkezése. Neki legyen dicsőség, bűnbocsátó, megújító és megszentelő kegyelméért. Adjunk hálát imádságban, az úrvacsorában közölt ajándékért, a zsoltáros szavával. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mint végig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. S amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékezik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta, a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mind örökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, kik teljesítitek parancsait és hallgatok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindig sikerült kapnom ilyen szép szál segédlelkészeket.
mikrofont hozzá kell állítani, én kisebb vagyok. Drága testvérek, kívánunk még egyszer mindenkinek boldog új esztendőt, áldott karácsonyi ünnepeket. Van sok hirdetnivalóm, igyekszem pontosan hirdetni, önmagamat megtagadva pontosan és jól hirdetni. Ma délután 4 órai kezdettel a Frangepán utcai református templomban, itt a szomszédban lesz ökumenikus kórus találkozó több énekkar szolgálatával, köztük a mi kórusunk is énekel, a hálaadás kórus. Aki szívesen eljön meghallgatni, tehát ma délután 4 órakor, Frangepán utcai templomban, itt tőlünk északra levő szomszéd gyülekezetben. Holnap hétfő este 6 órakor tartjuk tanástermünkben a Kárpát-medencei imanap következő soron következő alkalmát. Aki ilyenen nem volt, még az ebből áll, hogy ad egy rendhagyó istentisztelet sok felolvasással. Liturgiát mások állították össze, mi pedig ehhez alkalmazkodva sok felolvasással, sok közös énekléssel, igeszolgálattal vagyunk együtt. Ez lesz tehát holnap 6 órakor tanástermünkben a Kárpát-medencei ima este ünnepi istentisztelete. Szerda délelőtt 10 órai kezdettel a nőtestvérek tartanak bibliaórát. Szerda este 6 órakor tartunk tanástermünkben esti áhítatot, igeszolgálatot. Pénteken 3 órakor tartjuk a gyermekkonfirmációs előkészítő alkalmakat, azt követően pedig ifjúsági óráinkat, kialakult rendszerint. Vasárnaponként 10 órai kezdettel istentisztelettel egy időben tartunk több csoportban gyermekfoglalkozást és gyermekmegőrzőt. Szombaton, testvérek, most szombaton, délután 4 órai kezdettel lesz szokásos adventi, karácsonyi családi délutánunk, tehát most szombaton. Ne legyen félreértés, mindenkit hívunk. Ha valaki magányos, szívesen jönne, annál inkább hívjuk. Tehát szombaton, ami most lesz szombat, szeretettel, 4 órai kezdettel, adventi családi délutánunkra hívunk generációkat, nagyszülőket, szülőket, gyermekeket, akinek nincs családja, magányos, és szívesen jönne, idősebb, fiatalabb, mindenkit, nagyon jó szívvel. Lesz közös éneklés, vetítés, játék, és sok kézműves foglalkozás. Szombaton, tehát most szombaton, 4 órai kezdettel. A Magyar Televízió, Duna TV készül kijönni hozzánk, sokadik alkalommal, szeretnek minket, úgy látszik. Mégpedig mához 2 hétre. Mához 2 hétre alkalmunk és istentiszteletünkre eljön a Duna TV és fölvenni az alkalmat. Nem élő adás. Énekkarunk szolgálna ezt fölvenni a televízió, és amit akar az istentiszteletről felveheti, jó szívvel, szeretettel hívunk mindenkit, hogy ne lássanak közöttünk üres padsorokat, hadd mondja már most, aki teheti, jöjjön el mához 2 hétre is, és a templomot töltsük meg, aki imádsággal bír, énekaért, szolgáltáért, imádkozzunk szüntelen és rendszeresen. Hirdetem, hogy mai nappal megkezdtük adománygyűjtésünket a csomagok elkészítéséhez. Idősek, betegek, rászorultak részére viszünk ki mindig sok csomagot, és a gyerekek is kapnak az ajándékot, mai persejpénzünk, adományaink ezt a célt szolgálják egyértelműen. Azon köszönöm meg Nagy Vejner Krisztina testvérünknek a szép adventi koszorút, a lentlevő tanástermi gyönyörű berendezést. Köszönjük, Krisztina, munkádat, áldjon meg Isten továbbra is, és jövőre újabb koszorút várunk egyértelműen. Köszönjük szépen. És felkérem szeretettel Böszörményi Gergely testvérünket, néhány szót szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, áldás békesség. Az egyik fiatal lelkész barátom pár évvel ezelőtt azt mondta advent első vasárnapján, hogy milyen jó lenne, hogyha egész évben advent lenne,
mert akkor egész évben úgy várnánk Krisztus eljövetelét, mint ahogy ezt decemberbe tesszük. De most CD-kről szeretnék beszélni, illetve majd egy zenés áhítatról. A Református Énekek sorozatunk a 17. kiadványához ért. Az utóbbi időben mindig erős színekkel variáljuk a dolgot, hogy a szín alapján is lehessen tudni, hogy melyik CD van meg, és melyik nincs meg esetleg otthon. Ez most a kék-sárga, ez a 17. Ezzel eljutottunk nagyjából az énekes könyvünknek, a dallamainak a majdnem a végére, 272 vagy 273 dallamot dolgoztunk fel. Viszont már az új énekeskönyvből, ami itt a padokon is kint van, készülve az új énekeskönyv megjelenésére már az idei évben 3 éneket feldolgoztunk. Talán nem mindenki tudja, egy 300-350 fős kórus énekel a Műpában. És most jelenik meg a 10. DVD-nk, ezzel kapcsolatban majd egy nagy akciót hirdetünk, nagyon olcsón fogjuk adni azoknak a DVD-t, aki mind a 10-et meg akarja vásárolni, gyártási ár alatt. A CD-n az énekek hallhatók, a DVD-ről pedig kiderül, hogy ez egy koncertistentisztelet. Ebben a füzetben is benne van már, és a DVD füzetében is benne van Szigeti Gábor író és rendező barátomnak az az írása, aminek az a címe, hogy koncertistentisztelet kérdőjellel. Létezik-e ilyen? Az értelmező szótárban nem találta ezt a szót, de azt írja, hogy mégis létezik, mert 17 éve a zsúfolásig megtelt Zeneakadémián, aztán később a Műpában ott vagyunk, és az bizony egy koncertistentisztelet. A DVD-ről tehát kiderül, mégpedig azért, mert az egész 2,5 órás istentiszteletet dokumentálja. 4 zenei blokk elején elhangzik egy-egy bibliai íge, amelynek kiválasztására tavaly Berkesi Gábor nagy tiszteletű urat kértem föl, az idén pedig Fekete Károly püspök urat. A 4 blokk elején az igeolvasást az idén 4 esperes vállalta, 3-an Magyarországról, 1 pedig a Felvidékről. És az istentisztelet végén az ima szolgálatot Csűri István parciumi, Királyhágó melléki püspök úr vállalja, amikor imádkozik, elmondjuk együtt a mi atyánkot, és a végén áldással bocsátja el a gyülekezetet. Ez tehát a DVD, ez hitünk szerint jövő héten megjelenhet. A másik hír, a másik jó hír, pedig az, hogy majdnem 3 évvel ezelőtt, januárban lesz 3 éve, hogy megalakult a Központi Református Kórus. A Központi Református Kórusnak az egyik karnagya éppen Berkesi Boglárka, a másik Erdélyi Dániel. Én elvállaltam a kórus titkári teendőit, ezért állok itt most többek között, hogy elmondhassam, hogy 15-én, december 15-én a Szilágyi Dezső téri református templomban lesz egy nagyon szép zenés áhítat, ahol a Központi Református Kórus szolgál. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Záró énekként Genfi Zsoltárt énekeljünk. 65. számú Zsoltárunk első, második verseit helyünkön maradva, a zárót pedig majd fennállva, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Thank you.
zárjuk ünnepi istentiszteletünket nemzeti imádságunk a himnusz eléneklésével. Vegyük Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Amen. Még egyszer és újra kívánunk boldog új esztendőt, és áldott karácsonyi ünnepeket mindenkinek. Thank you.